Jó! Kis összejövetel, ez a kis ünnepélyes átadás, ugyanis elindítottunk egy gyűjtést, egy adománygyűjtést. Nyilván ez született valamiből, tehát egy olyan helyzetből, amivel nekünk szembe kellett nézni, és két szülőtársunkkal közösen kezdeményezve indítottuk ezt az elmúlt időszaknak a nagyon rövid akcióját, hiszen számunkra is nagyon örvendetes módon és egyébként megdöbbentő módon alig két hét alatt sikerült ennek az eszköznek az árát összegyűjteni. Én szeretettel köszöntöm külön is a cégeknek a képviselőit, hiszen nagyon sok egyéni felajánlást kaptunk abban a két hétben is, nagyon komoly céges felajánlásokat. A nagyon komoly céges felajánlás alatt értem a 100 ezer és azon fölötti összegeket, ami mutatja azt is, hogy ennek a közösségnek milyen ereje van, hiszen a gyakorló intézmény talán erről is ismert, hogy amikor baj van, abban is össze tudunk zárni, és amikor öröm van, abban pedig közösen tudunk megnyilvánulni. Én egy kis gondolattal vezetném be ezt az alkalmat, hiszen nagy öröm számomra, hogy az alapítványunk elnöke dr. Bencéné Gardos Karola közöttünk van, illetve Varga Erika és kedves társa a Defibrillátor Plus Kft. Képviseletében, hiszen az, hogy egy eszközt meg tudunk vásárolni, ez csak a történetnek az egyik része. A másik része, hogy ne adja az Isten, hogy használni kelljen, és amikor használni kell, majd akkor mi felkészülten tudjuk ezt a használatot megtenni. Ügyvezető asszonynak lesz egy felajánlás a megvásárolt készülékhez, de majd átadom neki a szót, hiszen itt az elkövetkező időben nyilván arra kell igazából felkészülnünk, hogyha ezt az eszközt használnunk kell, akkor mi a tantestület, illetve hát a gyermekközösségünknek egy jelentős százaléka ne ijedjen meg ebben a szituációban, és nagyon gyors beavatkozásra legyen képes. Fölkérem Erikát a Defibrillátor Plus Kft-nek a képviseletében, hogy néhány gondolatot osszon meg veletek, és történjen meg az átadás. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagy öröm számomra, hogy itt lehetek, és köszönöm, hogy minket választottatok, és akkor a készülék mellé szeretnénk felajánlani egy 30 fős oktatást, ugye természetesen ez két külön turnusban a pedagógusok részére, illetve önök közül, hogyha szeretnének jönni, akkor nagyon örülnék, illetve hát ugye Péteréket is szeretettel várjuk természetesen a képzésre. Amit most így a kis bevezetőnél lehetett látni, gyakorlatilag 9-10 éves gyerekeknek ez már megtanítható lenne, ami azt jelenti, hogyha pontosan tudnák, hogy mit kell csinálni, akkor egy felnőttnek a keringését életben tudnák ők is tartani a mentő kiérkezéséig. A képzésen azonban nem csak az újraélesztés és defibrillátor használat lesz, hanem minden más, ami elsősegély nyújtás, aminek ugye az a célja, hogy nagyobb egészségkárosodása ne legyen, és a mentők kiérkezéséig pontosan
megtanítjuk, hogy mit kell csinálni, akár egy epilepsziás rohama esetén, akár egy stroke felismerésénél egyáltalán hogyan ismerjük fel, hogy valakinek stroke-ja van. Ezek nagyon-nagyon fontosak, mert mostanában a mi belső statisztikánk szerint, ami ugye cégekből, az ügyfeleinkből van, gyakorlatilag a szívmegállás, a stroke és a szívinfarktus az abszolút vezet, és akkor hagyd mondjam, mint rosszul lét, mert elég sok a sikeres újraélesztés. Tehát minden hónapban valamelyik ügyfelünktől biztos, hogy kapunk egy telefont, hogy használni kellett a készüléket. Nem egy életmentést láttam egyébként biztonsági felvételen, ami tulajdonképpen visszaadja azt, hogy fontos a precíz oktatás, tehát hogy olyan szintig megtanítjuk a defibrillátor használatot is, ugye a mákos kompressziót követően, hogy teljesen a készüléknek a bekapcsolásától kezdve a felnyításon keresztül az elektródek felhelyezéséig, egyébként ott már fel is van helyezve egy tréning elektróda, ha valaki ki szeretné próbálni, és ennek az az eredménye, hogy pánik helyzetben ezt meg fogják tudni csinálni. Erre körülbelül 11 ezer tanítványunkból néhány adott erre bizonyítékot, hiszen 11 ezer emberből több mint 100 sikeres újraélesztés, de nem mindenki került olyan helyzetbe, hogy használni kellett ezt a tudást, szerencsére. Egyre több mostanában a nőknél is az infarktus, és fontos, hogy pontosan tudjuk, illetve ki fogunk majd térni az oktatáson az allergiás rohamokra is, mert sajnos voltak tragikus esetek a közelmúltban gyerekeknél, hogy mit kell csinálni, és ugye, hogy pontosan hogyan alkalmazzuk az újraélesztés lépéseit, amennyiben nincs ott az allergia ellenszere, és pontosan mit mondjunk a mentőknek, hogy segíthessenek. Úgyhogy én még egyszer nagyon köszönöm, hogy minket választottak, és hát remélem az oktatás pedig tetszeni fog mindenkinek, úgyhogy a jelen résztvevőket is szeretettel várjuk, illetve nyugodtan hozzanak gyerekeket, mert olyan szinten oktatjuk, hogy gyakorlatilag a gyerekek is képesek legyenek elsajátítani, úgyhogy abszolút így, azt gondolom, 8 éves kortól már hozhatják. És köszönöm szépen a figyelmet. És akkor át is adom a készüléket. Nagy szeretettel. Remélem, hogy csak dísznek lesz, tehát biztonság kedvéért, és mindenki nyugodt lesz, hogy ez itt van, és nem kell használni, de ha kell, akkor viszont az oktatásunk pontosan felkészít mindenkit. És az alapítvány nevében, ahogy Gyula elmondta, nagyon szépen köszönjük a hozzájárulásotokat, mert tényleg nagyon rövid időn belül sikerült ezt a készüléket így az intézmény számára, úgyhogy az alapítvány meg majd szeretné az intézménybe elhelyezni. Köszönjük szépen, és amit a felvezetőben is elhangzott, most már ünnepélyesen fölálltunk, nem tudom. A mozgásnak a ritmusát, hogy itt egy nagyon fontos plusz információ még elhangzott, hogy nagyon sok olyan allergiás reakcióval találkozunk mostában, amik ugyanolyan krízis helyzetet okoznak, mint amiről korábbiakban szóltunk, és ennek a mostani gyűjtésünknek az is a plusz hozománya, hogy két olyan EpiPen injekciót is beszerzett az alapítványon keresztül az intézmény, ami megint csak reméljük, hogy annak a megnyitott érzését hordozza, hogy ott lesz ez a szekrény és benne a defibrillátor, illetve a titkárságunkon elhelyezve ezek az injekciók, amik, hogyha szükség van rá, akkor a kiképzett dolgozóink és a felkészített gyermekeink, ők ezt tudják majd megfelelően használni. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok! Jó, jön a felkapcsolás erősebb. 3, 2, 1, ez az.